Eddig ezen a szakaszon csak föld és sár volt, ezen kellett közlekedniük az itt lakóknak. Most már azonban az új járdát használhatják. Eddig senki nem foglalkozott azzal a problémával, hogy a Máder és a Bem utca, és itt a Rákóczi úton levő autóbuszpályaudvar és a Bem utcán levő autóbuszpályaudvar össze legyen kötve. Láthatjuk is, hogyha itt óriási forgalom a Turai úton, és itt a Máderben is sokan dolgoznak, és busszal is sokan jönnek, és egy baleseti gócpont volt ez itt, ha sokan este kivilágítatlanul, akkor napközben is ugye nem vették észre a lakókat. A környéken lakók is üdvözlik a fejlesztést, hiszen, mint mondták, 40 éve nem volt járda az otthonuk előtt. Először is, 1971 óta lakom itt kint, és erre járda soha nem volt. Most, ha az ember bement a Doktai utcai busz megállóhoz, vagy a Bem utcába, akkor általában térdigérő sárba ment. Vagy kiment a Turai út szélére, ahol természetes dolog, hogy baleset történhetett volna, illetve baleset veszélyes, ugyanakkor ugye tiszta sár lett az ember, mire beért a következő utcába. És nem mindegy az, hogy ennyi év után a változások meghozták azt, hogy most már 40 év után van járda itt előttünk, és talán lehetséges, hogy továbbra is meg fog történni, hogy elkészítik. Én nagyon örülök neki, hogy így történt. Pap István elárulta. Jövőre a Rákóczi és a Bem utat is szeretnék összekötni. Következő költségvetési keretből szeretnénk összekapcsolni a Bem utcával, és teljesen úgymond balesetmentesen tudnak közlekedni. További fejlesztéseket is terveznek. Már benyújtottak egy pályázatot, amelyel a felszíni vízelvezetés problémáját oldanák meg.